Non trop. Horro, aki te négye. Most jött. Forrók a sütemények, gyerekek. Nézd már, itt van a már TV Perik. TV Reporter? Nagyon erősen teszi a utat. Sörgessen nekem. Csöndöregetni. De miért csináltok ekkora füstöt? Miért? Ha ez neked füst, akkor akármi legyek én. Nézd, most már párás a kamernyák. Kamernyák? Mondd hozzá, hogy 100 éves szőlő van. Na, 136 éves barna kislány. És igazad lesz, hogy ebből nem sok. Há, még egyszer örülök. Igazgassan, ne. Én a jó fala nem már felé. Sötét. Így jó lesz. Sötétben barna. Jó lesz. Na most már... Elmentem, hazat hoztam. Állítólag történetnél volt a kicsőben. Mikor lesz kész a kaja? Nagyon önnék már. 7 órára lehet, 6 óra. Kapalva nem. Lassan a vizetőncsek. Tessék? Lassan a vizetőncsek. De nem voltam még jobban én. Valakinek a nyakába borítjuk estére a bőrköltet. Jó, nem tudom. És figyeld el szeretnék kérni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a első Csengeli hagyományőző napokkal, nagyon örülök neki, hogy ez sikerült. Még volt a készülők rá, nagy támogatást kaptunk a polgármesteri hivatalból, mondhatnám, hogy minden. Azon kívül természetesen voltak támogatóink, akik akár képzeli segítséget, akár egyéb segítséget adtak. Mindenkinek nagyon köszönöm. Én bízom benne, hogy lesz második, meg harmadik, meg sokadik hagyományozó találkozó is. Most összehetünk én is állt a kármestőnök, nyissa meg ezt a találkozót. Köszönöm. Kedves hölgyeim, kedves uraim, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Önkormányzó magam nevében, az első hagyományőrző találkozó alkalmával. Én nevében is benne van a hagyományőrző, szeretném, hogy tényleg hagyományozna, és akkor nem csak első, hanem ugyanúgy, mint ahogy nálunk a falunapokhoz már ide hallgatunk, egy falunapok. És hát majd ennél, hogy tényleg legyen, hogy elmegyünk, akkor azt mondom, hogy elérte a célját, sikerült. Szeretném külön tisztelettel köszönteni a Kisfelebváros nyugdíjas klub és a Népdalkör Kisfelebről. Köszöntöm a Kisfelebi Citerezenekart és a Bábakör. Nagy tisztelettel köszönöm a Tápai Hagyományőrzőjének. Lőszi Róra Népdalkör Márkéról. És a végén nem utolsó sorban a Csengeli Népdalkör. És köszöntöm a két kiállítót, akit a klubszobába állítottak ki, nevezetesen Ujjár Rozália, a népművészek mesterét. És Vidó György Fadegasztott a Dana 2004 Délmagyarországi Alkotók Népművészek Egyesületét. Elégedett kiállításokat utána a közben van rá alkalom, kérem, hogy tekintsék meg, mert nagyon szép műveket állítottak ki, hogy érdemes megtekinteni. Neves írói, történészei annak idején azt mondták,
ahhoz, hogy a jelent és a jövőt megismerjük, ismerni kell a múltunkat is. Hát ez a találkozó egy pici szeretettel, hogy megismerjük a múltunkat, ahhoz, hogy a jelenünket tudjuk értékelni. Én kívánom, hogy ellen a napon végezték jól magukat, mindenkinek sok sikert kívánok az előadásra, és hát jó egészséget mindenkinek. Köszönöm!
szélesülő barátokra mondható kapcsolatokat építeni az együttes szerte Magyarország területét, sokfelé járnak nehéz szerepelni. Külföldön is szép sikereket ért el az együttes, az évek folyamán elérték az örökös kiváló együttes címet, minősítőkön aranyfokozatot kaptak. Az együttes török József tanár úr által összeállított dalcsoportokat tánckoreográfiát mutat be, hiszen a tanár úr 40 évig vezette az együttes gazdag repertoárt szállítva. A tápai hagyományőrzés bekerült a munkaritmusok közé, nyilvántartott magyar közként. Kiadták az első CD-felvételüket 2006-ban, és szeretnének még több hangfelvételt készíteni. Az együttes vezetője Szalkai János. A rakszolgalokat bemutatkozott Tápéról és Tápai Páros táncot adnak elő.
találkozni. Az Őszi Rózsa népdalkör Mátéjról fog önöket szórakoztatni. A népdalkör 1995. május 18-án alakult meg 14 főben, Néhai Kispálné Marika vezetésében. Térje a népi hagyományok ápolása, a népdalok fejkete, valamint az együttélet és örömet nyitva életben megalakulása. Kezdetben az idősek klubjában, ma a civil házban önálló civil szervezetként működik, jelenleg 10 fővel, 1 cukorással. Minden didalos társak is énekelnek a dalkörben. Sokfelé szerepelnek, főleg helyi rendezvényeken, alapú ünnepség, idősek napja, polgárőrvár. Nagyon jó a kapcsolat a környező települések dalköreivel, ahol rendszeres résztvevői a citerás dalos találkozóknak. Minősítő versenyeken is részt vesznek, 2002. április 27-én Reszkent bronz minősítést értek el. 2004. augusztusban a 9. Mártéi kavalkádon Mártéi község önkormányzata és képviselőtestülete Mártéi községért kitüntetést adományozta a népdalkörnek kulturális tevékenységéért. Főleg délalföldi, alföldi népdalok színesítik műsorukat. Ma vegyes népdalcsokorot adnak elő Bartók Béla gyűjtéseiből. Heti egy alkalommal tartanak próbát, készülve a következő rendezvényre. Citerázik Márti Károlyné, szólót énekel Veles András, vezetőjük Katona Kisgyuláné. Fogadják őket szeretettel! Yeah.
Thank you.
zenekarhoz a Pápakör 1980-ban csatlakozott, azóta kisebb megszakításokkal együtt szerepelnek. A zenekar tagjai változtak, egyedül csak Kárcimre a zenekar vezetője van még az alapító tagok közül. A régi Pápakör feloszlott és később a nyugdíjas útvonalon alakult egy csoport, s csatlakozott a Citera zenekarhoz, azóta együtt szerepelnek. Elég sok meghívást kapnak, melyeket örömmel teljesítenek. Több országos minősítésen vettek részt, számos bronz, két ezüst és egy arany minősítést értek el. A megye és az ország több városában azok rendezvényeire kaptak meghívást, így Budapest, Eger, Halvad és még több városban szerepeltek. Meghívást kaptak a Vajdaságban, Horgosnak, melyet örömmel teljesítettek. A megyében a népzenei találkozókon és a helyi rendezvényeken állandóan szerepelnek, mai műsorok dunántúli és alföldi népdalcsoportok. Fogadják őket szeretettel!
Hirátok
Thank you.
Első nyilvános fellépésünk 1996. március 9-én a Nőnapi Vállalón volt. Vidéken először 96. augusztus 11-én csonkát megszerepeltek. Többször mentek már részt minősítőn, 2002-ben deszken bronz, 2003-ban szintén deszken ezüst fokozatot értek el a népzenei együttesek országos minősítésén. 2006-ban Szegváron, a térségi szintű minősítőn pedig kiváló fokozatot értek el. Rendszeres szereplő a helyi rendezvényeinknek, vezetőjük 2001-re Pap Istvánnél volt, aki sajnos már nincs közöttük, azóta Rényi László irányítja a csoportot. Most Palók népdalokat hallhatnak tőlük, fogadják őket szeretettel. Thank you.
műsorunk ezzel véget ért. Minden fellépőnek és a kiállítóknak, Jóját Rozáliának és Mikó Györgynek is nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok a munkájukhoz. Szeretném felkérni a csoportvezetőket, fáradjanak a színpadra, a kiállítókat is. Hamarosan hozunk hidegitalokat, készül a vacsora,
akik úgy gondolják, öltözzenek kényelmesebb ruhába, a kiállításokat föltétlenül nézzék meg utána, és hát szerintem olyan negyed héttől lehet várni a vacsorát, nehogy lehet várni, hanem negyed héttől vacsora. És mindenkinek jó étvágyat és jó Pauszki Tóni fog nekünk zenélni, légy szíves egy pillanatot is elhagyás, hogy milyen jelenti, hogy megállítunk tovább. És ott már minden jó szóval, további jó szórakozást tudom én mondani. Köszönöm szépen! Ja, gyere ide! Mi a neve? Való! Hoppa, még énekel is!
Thank you.
Köszönöm.